Sziasztok, Bánki Nikoletta vagyok, és a Backstage Home mostani adásában a Nemzeti Kulturális Alap könnyűzenét érintő pályázatairól fogok beszélni. 2014 óta foglalkozom pályázatírással, ez idő alatt nagyjából 600 pályázatot kezelek. Az előadás célja, hogy átláthatóbbá tegyem a pályázati rendszert, és meghozzam a pályázási kedvet azoknak is, akiket esetleg az adminisztráció eddig visszatartott. Főként a könnyűzene kollégiumának, illetve a hangfoglaló könnyűzene támogató programnak a kiírásait fogom megvizsgálni, de akit a népzene vagy világzene érint, az egyébként érdemes, hogy érdemes felmenni a Halmos Béla program kiírásai közé, és azt megnézni. Mivel mind a két kollégiumban átalakulás volt a közelmúltban, ezért elképzelhető, hogy a pályázati kiírásokban a most elmondottakhoz képes lesz valamiféle változás, de azt mondható, hogy tematikájában és felépítésében hasonló pályázatokra számíthatunk, úgyhogy talán hasznos lesz ez az anyag. Először a könnyűzene kollégiumának a pályázatait szeretném sorra venni, csak felsorolásszerűen. Nyilván az előző évek tapasztalataiból tudok kiindulni. Lehetett alkotói támogatást, kiemelt alkotói támogatást igényelni. Ez tipikusan egy személyi jellegű költség, tehát nem kellett számlákkal lefedve elszámolni, hanem a pályázó a személyi jövedelem bevallásában vallotta be. A könnyűzene kollégiumánál voltak kiírások hangfelvételre, lemezgyártásra, videóklipre, belföldi koncertekre, turnékra, illetve határon túli magyar lakta területeken tartott koncertekre, turnékra, legalább 10 éves szakmai tapasztalattal rendelkező előadók esetén jubileumi nagy koncert, nagy költségvetésű koncert támogatására, illetve zenei oktatóanyagok előadások tartására. A könnyűzene kollégiumáról azt kell tudni, hogy itt azért a már létező és szakmai múlttal rendelkező zenekarokat támogatják. A kiírásban is szokott szerepelni, hogy legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezni kell, illetve a már nem aktív, újra alakuló zenekarokat a kollégium eddig nem támogatta. A hangfoglaló program kiírásairól egy picit bővebben beszélnék, mert ezek általában specifikusabbak és konkrétabbak a kiírási feltételek. Ide tartozik az induló előadói alprogram. Az induló előadói alprogramban az anyagi támogatás mellett a program szakmai segítséget is nyújt. Minden nyertes előadó kap egy mentort, aki szakmai tapasztalatával, kapcsolatrendszerével segíti az előadót, zenekart, illetve a hangfoglaló program fellépéseket is biztosít a nyertes előadók számára, fesztivál fellépéseket, illetve a saját szervezésű rendezvényein való fellépési lehetőséget. Az induló előadói alprogramot értelemszerűen minden formáció, minden előadó egy ízben kaphatja meg, hiszen egyszer adatik ilyen lehetőség, hogy a karrierjének a beindítására támogatást kapjon. Az előző években nem csak élőzenei produkciók, hanem elektronikus zenei előadók is kaphattak ilyen támogatást. A másik alprogramja a hangfoglalónak az előzenekari alprogram. Itt egy nagyobb, már közönséggel, aktív közönséggel rendelkező zenekar biztosít lehetőséget koncertjein előzenekarozásra, feltörekvő kezdő zenekarok számára, tehát valahol ez is az induló előadói alprogram része, és az induló zenekarokat támogatja. Ez tavaly kiegészült azzal, hogy a főzenekar, a nagyzenekar mentori támogatást is nyújt a kiszenekarnak, ami azt jelenti, jelenthet közös alkotótáborozás, közös dalt, de már az is nagy segítség tud lenni egy feltörekvő zenekarnak, ha megjelenik jeleneseit a nagy zenekar a saját közösségi média felületein közzéteszi, kommunikálja. A harmadik alprogram a hangfoglalón belül a külföldi export. Ez az előző években főként külföldi koncertekre, turnékra lehetett fordítani. A pandémia egy kicsit felülírta ezt is, hisz az előző évben, illetve még idén is eléggé akadályoztatott a koncertezés, úgyhogy a tavalyi kiírásban már szerepelt, hogy nemzetközi együttműködésre, külföldi előadókkal, producerekkel, kiadókkal való közös munkára, illetve nemzetközi promócióra is lehet fordítani a támogatást. Ennek a része a nemzetközi export támogatás része egyébként a
zenei szakemberek showcase fesztiválokon való részvételének támogatása. Míg az előző három alprogram az a zenekarok a fellépők oldaláról nyújtott támogatást, addig a klub támogatás, az pedig a rendezvény helyszínek részére nyújt támogatást élő zenei rendezvények megrendezésére. Ennél az a feltétel, hogy belépő díjas legyen az adott koncert. Illetve van még a hangfoglalánál a média támogatási alprogram, ami pedig szakmai sajtó orgánumoknak nyújt támogatást, és tavaly podcastes pályázat is kiírásra került, könnyűzenei témájú podcastok megvalósítására. Azt mondható általánosságban véve, vagy hát ez a fő szabály, hogy a legtöbb pályázati kiírás az év második felében kerül nyilvánosságra, tehát nyár közepétől év végéig folyamatosan érdemes figyelni a Nemzeti Kulturális Alap oldalát. Természetesen máskor is lehet figyelemmel kísérni, tavaly több rendkívüli pályázat is kiírásra került a pandémiás helyzet miatt. Ennyit a pályázatokról, most a pályázati kiírásokról, most szeretnék egy kicsit arról beszélni, hogy hogyan tudunk eredményesen pályázni. Az első lépés, hogy legyen érvényes regisztrációnk, ez magánszemélyek esetében nagyjából egy 3-4 perces procedúrát jelent. A Nemzeti Kulturális Alap oldalára kell felmenni, ahol látjuk is a regisztráció fület, arra kattintva, személyes adatainkat beírva létre is tudjuk hozni a regisztrációt, lakcímkártyánkat, az adókártyánkat, illetve a személyigazolvány vagy útlevelünkről készített képet kell PDF-ben feltölteni. A cégek esetében a regisztráció egy kicsit bonyolultabb, de nem sokkal, egy 30 napnál nem régebbi cégkivonat, eredeti cégkivonat vagy közjegyzői hitelesített cégkivonat és aláírási címpéldány szükségeltetik hozzá. Itt annyi még a különbség a magánszemélyes regisztrációhoz képest, hogy az adatok betöltése után a rendszer megképez egy regisztrációs adatlapot, azt ki kell nyomtatni, aláírni, és ugyanúgy vissza feltölteni PDF-ben, mint a cégkivonatot, illetve az aláírási címpéldányt. A regisztráció aktiválásra kerül ezután, de véglegesítésre nem. Ezeket a papírokat, iratokat, amiket most felsoroltam, ezeket postai úton is el kell küldeni az NKR részére. Magánszemély esetén nyilván az iratokról készült fénymásolatot, cégek esetében viszont az eredeti okmányokat kell feladni postai úton. Erre egyébként a regisztrációt követő 15 napon belül van lehetőségünk. Türelmes szokott lenni az NKA ebben, de nem érdemes visszaélni a türelmükkel, tegyük meg minél előbb, és kerüljön véglegesítésre mi hamarabb, mert egyébként szerződést sem tudnak kötni velünk, ha nincs véglegesítve a regisztrációnk. Hogyha érvényes regisztrációval rendelkezünk, akkor nyújthatunk be pályázatot. A pályázat megkezdése, bár nagyon egyszerűnek tűnik, ez is sokszor akadályokba szokott ütközni, ugyanis az NKA oldalára fellépve, a belépés gombra kattintva, be tudunk lépni a felhasználói fiókunkba, az úgynevezett effektorba, viszont a pályázat megkezdéséhez vissza kell mennünk a bejelentkezést követően az NKA oldalára, kikeresnünk a pályázati kiírások között az adott pályázatot, amire pályázni szeretnénk, és ott az adatlapkitöltés kék gombra kattintva tudjuk megnyitni a pályázatot. Ez egy új oldalon fog megnyílni, érdemes mindig, amikor valamilyen adatot beírunk, menteni, és hogyha nem tudjuk rögtön benyújtani, általában azért ez nem együltő helyben szokott történni, akkor a felhasználói fiókunkban a mentett pályázatoknál tudjuk folytatni a megkezdett pályázat kitöltését. Én azt gondolom, hogy mind középtávon, mind hosszú távon mindenkinek az az érdeke, hogy mindenki olyan kiírásra jelentkezzen, amelynek egyébként megfelel. Problémát tud okozni az a fajta mentalitás, amiről egyébként én az ügyfeleimet igyekszem lebeszélni, hogy pályázzunk bármire, majd aztán ami nyer, akkor azt elköltjük, ahogy tudjuk, meg megvalósítjuk, ahogy tudjuk. Nagyon fontos lenne, és a rendszer működtetésének leegyszerűsítése érdekében is fontos lenne, hogy mindenki stratégiában gondolkozzon, nagyjából azért elvárható, hogy egy zenekarnak legyen jövő évi terve, és tényleg arra pályázzon, amit megvalósítani kíván. Ezzel el tudjuk kerülni azt, hogy több száz, több ezer pályázat érkezzen, amiknek van egy olyan része, ami egyáltalán is érvényes, és a pályázati rendszer működését is hatékonyabbá tudjuk tenni ezáltal.
Most egy pár szót beszélnék a gyakran felmerülő problémákra, amiknek az elkerülését jó lenne abszolválni. Az egyik ilyen tipikusan előforduló probléma a mellékletek feltöltése. A kiírás maga is tartalmazza, hogy melyek azok a mellékletek, amelyek nem hiánypótolhatóak. Egyébként nem tudunk beadni pályázatot anélkül, hogy minden melléklet feltöltése került volna, de nagyon oda kell figyelni arra, hogy a mellékletek helyesen legyenek kitöltve, aláírva, ne üres lapot töltsünk fel, vagy ne üresen hagyott betétlapot, mert esetenként ilyen esetben lehetséges, hogy nem is jut el a kurátorokig a pályázat, hanem már a kollégium titkárnál érdemi vizsgálat nélküli elutasításra kerül. A másik probléma a jogcímek kérdése. Olyan jogcímeket írjunk be, amelyeket a pályázati kiírás tartalmaz. Egyébként, amikor belépünk a felhasználói fiókba az adott pályázathoz, akkor ki kell töltenünk egy költségvetést, és a lenyíló ablakból egyébként csak azokat a jogcímeket tudjuk kiválasztani, amiket a pályázat felkínál, viszont van ott egyéb jogcímek csoport, hogyha a kiírás nem teszi lehetővé, hogy más jogcímet is beírjunk, akkor ne használjuk ezt az egyéb jogcímet, illetve ha a dologi költségekre fordítható a támogatás, a legtöbb esetben erre fordítható, akkor a személyi jellegű költségekhez ne írjunk be semmit, és nagy értékű eszközbeszerzésre sem se írjunk be igényelt összeget a költségvetésünkbe. Nagyon figyeljünk oda, hogy azokat a jogcímeket használjuk, ami a kiírásban van, mert előfordulhat, hogy még ha nyer is a pályázatunk, azok az összegek, amikre téves jogcímeket írtunk, belevonásra kerül a támogatásból. A másik gyakran előforduló hiba az a betétlapon szereplő linkeknek a kérdése, hogyha szeretnénk a formációnkat, saját magunkat, a zenekarunkat bemutatni, akkor érdemes dalokhoz vagy a közösségi média felületeinkhez linkeket megadni. Viszont a dokumentumokat PDF formátumban kell feltölteni, szóval úgy kéne konvertálni, hogy ezek a linkek olvashatóak, megnyithatóak maradjanak. A legtöbb betétlap ezért már nem kér aláírást, viszont hogyha mégis alá kell írnunk, akkor vagy helyezzük el elektronikusan az aláírásunkat, vagy egy következő oldalra nyomtassuk ki és írjuk alá, és a dokumentum többi részét hagyjuk érintetlenül, mert senki sem fog másfél soros karakterekből álló linkeket bepötyögni, amikor több száz, több ezer pályázat érkezik egy felhívásra, szóval saját érdekünk az, hogyha valamit meg szeretnénk mutatni, akkor az valóban meg is tudjuk. A költségvetésre visszatérve, ez már inkább csak egy jó tanács. Nyilván nehéz pontos költségvetés, forintra pontosan megadni a költségvetést akkor, amikor mondjuk egy pályázatot benyújtunk július, augusztus, szeptemberben, és csak jövő évben fogjuk megvalósítani a programot, viszont az életszerűségre törekedni kell, tehát hogyha mi bemutatunk egy olyan programot, ahol egy 1,5 millió-2 millió forintos videóklipet szeretnénk elkészíteni, de a költségvetésünkbe egyébként csak azt az igényelt összeget tüntetjük fel, ami 500 ezer, 800 ezer, 1 millió forint, akkor az nem túl életszerű, tehát bár nem ír, a legtöbb pályázat nem írja elő a saját forrás meglétét, azért érdemes saját tőkét beírni. Ne felejtsük el, hogy a Nemzeti Kulturális Alap nem finanszírozni kívánja zenekarok létét, hanem támogatást szeretne nyújtani egy-egy projekt megvalósítására. Szóval, hogyha azt látják, hogy egyébként vannak saját forrásaink, és igyekszünk bevételt termelni, az szimpatikus tud lenni. Amikor pályázatot nyújtunk be, felmerülhet a kérdés, hogy vegyünk-e igénybe lebonyolítót. Amennyiben magánszemélyként vagy alanyi adómentes vállalkozásként pályázunk, akkor merülhet fel ez a kérdés. Elmondanám a lebonyolítóról egyrészt, amit tudni kell, másrészt a pro-kontra oldalakat, érveket, ellenérveket. Hogyha mi magánszemélyek vagyunk, vagy alanyi adómentes vállalkozások, akkor a támogatást bruttó összegben kell elszámolni, ami azt jelenti, hogy ha egy áfás számlát fogadunk be, akkor az áfa összege is a támogatás terhére fog kifizetődni. Ha viszont egy áfa visszaigénylő céget, tipikusan KFT-t igénybe veszünk, mint lebonyolítót, akkor ő a nettó összeggel kell, hogy elszámoljon, és az áfa összegét saját maga finanszírozza. Ezt majd aztán később visszaigényli, vagy a bevétel áfájából leírja, ez már a cég dolga. Tehát pénzt spórolhatunk meg, vagy
vagy hát tisztábban tudjuk felhasználni a támogatásunkat, hogyha igénybe veszünk lebonyolítót, viszont a másik oldalon az van, hogy a lebonyolítóval vagy szerződést kellene kötni, vagy egy olyan bizalmi viszony kéne, hogy legyen, hogy gördülékenyen működjön a munka, hiszen a lebonyolító számlájára fog érkezni a mi támogatásunk, amiből mi szeretnénk a programunkat megvalósítani. Szükséges, hogy a lebonyolítónak legyen szakmai tapasztalata, vagy legalábbis elérhető legyen, kifizesse a számlákat, nem utolsó sorban ne legyen köztartozása, tehát ezeket mind sorra kell venni, mielőtt valaki lebonyolítót vesz igénybe. Hogyha érvényes és eredményes pályázatot nyújtottunk be és nyertünk, akkor arról beszélnék egy kicsit, hogy mi a teendő ezután. A Nemzeti Kulturális Alapnak a döntéseinél láthatjuk, hogyha kihirdetésre került egy eredmény, ott látjuk, hogy nyertünk vagy nem nyertünk. Hogyha nyertünk, akkor szerződést fog velünk kötni az NKA. A levelezési címünkre postai úton fogjuk megkapni a szerződést, szóval érdemes a regisztrációs adatainkat folyamatosan nézni, frissíteni, aktualizálni, amennyiben szükséges. Személyes átvételre egyébként volt lehetőség, de most a pandémia miatt nincsen, úgyhogy legtöbb szerződést postai úton küldik meg. Miután kézhez vettük a szerződésünket, alá kell írnunk nekünk is a kötelezettségvállalónál, illetve utána el kell mennünk a számlavezető pénzintézetünk valamelyik fiókjába, és a szerződés mellékleteként csatolt felhatalmazó levelet alá kell íratnunk a bankunkkal, és utána ebből a szerződésből általában két példány, de egyébként a kísérő levélben bele van írva, hogy hány példát vár vissza az NKA, azt felhatalmazó levéllel együtt postai úton vissza kell küldeni az NKA-nak. A pénz folyósítása, amennyiben előfinanszírozásról beszélünk, a legtöbb olyan pályázat, amiről most szó esik, az ilyen. A pénzutalása a szerződés beérkezése után fog megérkezni a számlánkra. Hogyha megkötöttük a szerződést és megkaptuk a támogatást, akkor nyilván megkezdődik a program megvalósítása. Pár szót ejtenék még a módosításokról. Mielőtt pandémiás helyzet alakult ki, mindenkit visszatartottam a halasztásoktól, módosításoktól, ez is borzasztóan nagy adminisztrációs terheket ró a Nemzeti Kulturális Alapra, ami szintén meghosszabbítja az eljárásokat, de természetesen elképzelhető, hogy kialakul viszmajor helyzet, pandémia ide vagy oda. De nyilván, amióta a vírushelyzet van, és nehezebben tudnak megtörténni, főként a koncertek, turnétámogatások, ezért lehetőség van módosításra. A főszabály szerint egyszer adhatunk be módosítási kérelmet, és maximum 6 hónappal halaszthatjuk el a program megvalósítását. Nyilván a Covid helyzet miatt ebben most rugalmasabb a Nemzeti Kulturális Alap, de ha majd egyszer visszaáll a világ a régi rendjére, akkor ez a szabály marad. A módosításokat a felhasználói fiókunkba belépve az adott pályázati mappán az elszámolás benyújtása alatt tudjuk megtenni, ott van egy ilyen módosítás benyújtása gomb, és tudjuk módosítani az elszámolási, megvalósítási határidőt, illetve jogcímeket is tudunk felvenni, de itt fontos, hogy csak azokat a jogcímeket, amelyeket a kiírás is tartalmazott. Tehát, hogyha kiírásban volt 10 jogcím, de mi csak 5-4-et írtunk be a költségvetésünkbe, mert azt gondoltuk, hogy arról fognak számlák keletkezni, de még a 7.-8.-ra is szükségünk van, azokat fel tudjuk venni, de egyéb mást nem. Úgyhogy nagyon kell figyelni egyébként a számlák befogadásánál, hogy valóban arról szóljon a számla, mint amire a támogatást is kaptuk. És akkor most arról beszélnék, hogy mi történik, hogyha megvalósítottuk a programot, hogyan tudjuk lezárni a pályázatunkat. Nyilván el kell számolnunk. Az elszámolásnak két része van. Van egy pénzügyi beszámoló és egy szakmai beszámoló. A pénzügyi beszámoló legfontosabb eleme, és sajnos nem mindig egyértelmű, a számla. Tehát hiába tudod bebizonyítani, hogy a bankszámládról történt egy utalás vagy egy kártyás vásárlás, hogyha nem kapsz számlát, akkor ezt nem fogja elfogadni az NKA. Úgyhogy én azt javaslom, hogy senki ne fizessen ki semmilyen költséget és szolgáltatás ellene díját, addig, amíg számlát nem fogadod be erről. A számla a legfontosabb része a pénzügyi elszámolásnak. A számlákat egyébként záradékolni kell, ami azt jelenti, hogy
rá kell írni a pályázati azonosító számot annak érdekében, hogy lássák, hogy ugye egy számlát nyilván egy pályázathoz, ugyanahoz a pályázathoz számoljuk el, amire ugye a támogatásunkat kaptuk. Digitális számlák esetén egyébként, hogyha a számla kibocsátója nem tünteti fel a megjegyzésbe a pályázati azonosító számot, akkor ki kell nyomtatnunk, és amellett, hogy a pályázati azonosítót ráírjuk, azt is szükséges ráírni, hogy, hogy eredeti példánya a megegyező első kinyomtatott példány. Hogyha cégként kaptuk a támogatást, akkor ennek a példánynak kell majd a könyvelésbe bekerülnie. Amire oda kell figyelni még magánszemélyes pályázók esetén a számla befogadásánál, hogyha van egyéni vállalkozásunk is, akkor a számlázó program automatikusan azt fogja feldobni. Viszont az egyéni vállalkozó nevére, címére és adószámára kiállított számlát nem fogjuk tudni elszámolni, hogyha magánszemélyként kaptuk a támogatást, úgyhogy erre a számla befogadásakor oda kéne figyelni, hogy nehogy rajta legyen az adószámunk vagy a székhelyünk. A magánszemélyek esetén csak a név és a lakcím kell, hogy szerepeljen a számlán. A számla mellett az egyéb mellékletek 200 ezer forintot elérő és meghaladó számla esetén szükséges megbízási szerződést vagy megrendelőlapot leadni, illetve tiszteletdíjak esetén összeghatára tekintet nélkül. Bankszámlás kifizetéseknél pedig bankkivonatot vagy a tranzakcióról szóló visszaigazolást, amelyen látszik, hogy megvalósult, végre van hajtva a tranzakció. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy arról a számláról történjen a kifizetés, amelyre a támogatás érkezett. Külföldi számlák esetén még van egy kicsi kiegészítés. Amennyiben a külföldi számlát ugye devizában állították ki, és mondjuk készpénzes kifizetés történt, akkor a Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamát, napi árfolyamát kell alapul venni, és azzal kell beszorozni ugye a devizában kiállított összeget. Ezt az összeget forintban is fel kell tüntetni a számlán. Bankkártyás kifizetés vagy bankszámlás utalás esetén a bankszámla kivonatról levont összeget, vagy a bankszámláról levont összeget, amelyet a bankszámla kivonat is mutat, azt kell feltüntetni a számlán. Ennyit a pénzügyi beszámolóról. A szakmai beszámoló az egy szöveges dokumentum, aminek az a lényege, hogy bemutassuk, hogy hogyan valósítottuk meg a programot, hogy mire fordítottuk a támogatást, hogy miket, milyen eredményekkel járt ez, illetve itt fontos a promóciós anyagokat is feltüntetni, illetve azt, hogy helyesen használtuk a logókat, illetve a támogatás tényét feltüntettük. Videóklipek esetén a klip végén legalább 3 másodpercig látszania kell a logóknak. Lemezgyártás esetén a lemez borítóján szerepelnie kell a logóknak. Egyébként lemezgyártásos pályázat esetén a CD-ből, bakelitből, tehát a fizikai adathordozóból egy példányt a Nemzeti Kulturális Alap részére is el kell juttatni. Turné, koncertek megvalósítása esetén a Facebookon, hogyha születtek események, eventek, akkor azoknak a cover képén is szerepelnie kell a logóknak. Hogyha hangfelvételre nyertük a támogatást, és ez a YouTube-ra felkerül, akkor a leírásban is fel kell tüntetni a támogatás tényét. Arra még oda kell figyelni, hogy melyik kollégiumtól kaptuk a támogatást, tehát hogyha mondjuk a könnyűzenei kollégiumnál, akkor elegendő az NKA logó, de ha a hangfoglalótól, akkor az NKA és a hangfoglaló logó is szükségeltetik. Ezt meg lehet nézni amúgy a felhasználói fiókban, az adott pályázati mappánkban ki van írva, hogy melyik kollégiumtól kaptuk a támogatást. A logó használatra azt a példát tudom mondani, hogy úgy kell felfogni, mint egy szponzorizációt, hogyha egy nagy márka támogat minket, akkor az is elvárja, hogy a logóját feltüntessük a lehető legtöbb módon. Nyilván a promóciós anyagokon, kreatív anyagokon szintén erre szükség van. Ennyit gondoltam elmondani, sikeres pályázást kívánok!